Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy kedves vendéget invitáltam meg a mai beszélgetésre, mégpedig vendégem Külajos, szervusz Lajoskám, az Aranycsapat Alapítvány elnökeként. A témánk pedig a finnországi látogatásod. De mielőtt erről beszélünk, egy rövid felolvasóestet tartok, csak azért, hogy megerősítsük, hogy mi mindent lehet tenni a magyar legendákért, és ha valaki tesz, akkor el is éri céljait, mert azt hiszem, hogy az Aranycsapat megérdemli. Nos, kedves Lajos, nagy megtiszteltetés volt számomra a tegnapi találkozás, élvezetes volt hallgatni azt a rengeteg élményt és tapasztalatot, amit életed során megszereztél. A te példád is mutatja, hogy ha az ember hittel, odaadással teszi a dolgokat, cselekszik, törekszik, akkor határtalan a lehetőségek száma, amit elérhet, átélhet az életben. Hálásan köszönöm, hogy tegnap életed egy részét, darabkáját nekünk adtad. Morvai Kuruc Katarina, Finnországból. Tisztelt Kűr, kedves Lajos, hálásan köszönjük, hogy a Krisztián Statti Magyar Egyesület vendége voltál, és nagyszerű élménnyel gazdagodhattunk általad. Csodálatos nap volt. Bárcsak volna a magyar nemzetnek 100 Külajosa, akkor már rég elfoglalhatta volna méltó helyét ez a nép, és Trianont is felszámoltuk volna. Tette hozzá Ambrusa Árpád, Gyergyó Csoma falva, jelenleg Szölvesborgból. Aztán... Ő nagykövet, azt hiszem. És egy köszönet Urkuti Györgytől, hazánk helsinki nagykövetétől. Kedves Lajos, köszönöm ma reggeli látogatásodat, és a nagykövetségi Facebook oldalon is beszámoltunk róla, és ott reklámoztuk a diákbajnokságot, erről is fogunk beszélni. Még inkább köszönöm a szombati előadást, mert sokáig emlékezetes maradt számomra. És hogy ugye a Facebookról beszéltünk, kiírtam a nagykövetség Facebook oldalán megjelent gondolatsort, engedelmükkel, kedves nézőink, azt is felolvasnám. Kívánjuk Külajosnak, finnül a kű, viperát jelent, hogy a jövőben is gólveszélyes legyen, most már nem labdarúgóként, hanem mint az Aranycsapat Alapítvány elnökeként, valamint sportnagykövetként, hiszen ő az összmagyar nemzeti diákbajnokság megálmodója is. A versenyekre, itt a felsorolás, hogy milyen versenyekre, nagy szeretettel várják a jelentkezőket országhatárokat átívelően, további sikeres munkát kívánunk az ifjúsági sportesemények megszervezéséhez, és természetesen az Aranycsapathoz is. Nos, Lajoskám, megelevenedett az Aranycsapat Helsinkiben. Abban a városban, ahol talán már elfeledkeztünk róla, 1952-ben 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel messze a legcsodálatosabb olimpiai élménye lehetett, aki átélte és aki emlékezik is rá. Boldog vagyok, hogy itt kezdte a történetet, mert ez egy csoda tényleg, egy csodálatos hely volt, és hát 16 olimpiai aranyat szerezni abba az időben, ugye 1952-t írunk, kérem, hát még Rákosi volt, még élt Sztálin, hát talán a legsötétebb periódusa a magyar történelemnek a 20. századból, 1952. Minden ötödik ember az írományok szerint, kérem, megfordult valamelyik intézményébe az ÁVÓ-nak, és ekkor, kérem, elmegy az olimpiára a magyar delegáció, és 16 olimpiai aranyéremmel elkápráztatta a világot. Ez egy virágra szóló eredmény volt, kérem. Tehát az Amerikai Egyesült Államok és az akkor először elindult Szovjetunió után, kérlek szépen, harmadikok lettünk ezzel a fantasztikus teljesítménye. És ugye, hát ez egy óriási dolog, hogy kik, nézzük mögé, kik voltak. Például a Kokau, ugye? Én, mivel hogy az Aranycsapat alapítvány elnöke vagyok, minden szentek egy picit maga fele hajlik a kezem. De hát én azt mondom, hogy a labdarúgóké, hogy mondjam, fény lett a leggyönyörűbben az egész történetben, de ne feledkezzünk meg, hogy Papp Laciról. Így van, a második aranyérmet. Úgy van. Akkor kérem a fantasztikus vízipóló csapatról. Gyarmati Dezső, kérlek szépen, Kárpáti Gyurika fémjelezte társaságról. Igen. Akkor ott volt Csermák Jóska, kérlek szépen, a kalapácsát. Világrekord. Így van, 60 méter felett. Először, először a világon. 60 méter felett. Egy Keleti Ági. Igen, Keleti Ágnes, kérlek szépen, a Székely Éva. A fantasztikus társaság volt. És kérlek szépen, amikor megkaptam a meghívót, a finnországi magyarok országos szövetségének az elnökétől, megmondom őszintén, megkülönböztetett tisztelettel és várakozással mentem oda, mert hát egy olyan helyre megyünk, ahol a magyar történelem, magyar sporttörténelemben a legnagyobbat alkottuk. Így van. Hát kérem szépen, 16 olimpiai aranyérem, hát ez fantasztikus volt. Azt meg se tudtuk közelíteni, se annak előtte, se annak utána. Így van. Volt két 11-es teljesítményünk, Szöul, kérem, és Barcelona, de az nem 16. Így van.
És azt mondta, volt egy gondolatom, kérlek szépen, hogy emellett nem lehet csak úgy elsétálni. Közöltem jeles barátunkkal, kérem, dr. Urkuti György nagykövet úrral, aki mindkét előadásom ott volt, tehát két előadást tartottam, egyet az Helsinki Magyar Kulturális Körnek a központi székházába, belváros szívébe, fantasztikus helyen volt. A másikat pedig egy ilyen ökumenikus istentisztelet után az ottani evangélikusoknak a szeretett házába, pontosabban a közösségi házába. Ez az úriember, egy csodálatos úriember, a magyar nagykövetünk mindkét előadásomon ott volt, kérlek szépen, és óriási nagy híve lett, hihetetlen lelkes híve lett, fantasztikus híve lett a mozgalmunknak, ez csodálatos, nagyon is, amit csináltunk. Igen, hát egy kicsit beszélünk az Aranycsapat Alapítványról, hiszen sajnos már nincsenek. Csak egy mondatot, Lajoska. Annyit, hogy kérlek szépen, ott közöltem véle a magyar követség, egy dologba segítsél. Tehát, hogy ezt a fantasztikus várost mindörökké emlékezetessé tegyük, olyan értelemben, hogy csináljunk ebből, kérlek szépen, összmagyar nemzeti zarándok helyet. Gondolkodott egy picit, Lajoskám, megcsináljuk. Helyes. Dolgozzuk ki, és akkor kérem, lépésről lépésre tegyünk valamit. Megállapodtunk abba, hogy 2020 május végén, amikor már jó idő van, tesszük az első lépést, most renoválják, csodálatosát teszik az olimpiai stadion, mert kicsit lerongyolódott állapotban volt már, és akkor kérem, jövő, tehát 2020 májusában egy emléktáblát, vagy valami emlék, akármit leteszünk oda, kérlek szépen, annak jelül, hogy itt mit tettünk, és akkor mindig, mindenkor megemlékezünk erre, és egy összmagyar nemzeti zarándok helyet csinálunk, hogy bárhonnan a San Franciscói magyar, vagy a Melbourne-i magyar, vagy a jóisten tudja, a székely magyar oda megy, kérlek szépen, egyáltalán Helsinki-be látokat, ne hagyja ki azt a helyet, menjen oda, és tényleg hajtson fejet, vagy egy szál virágot tegyen le ezeknek a fantasztikus hősöknek, híróknak, kérem, tehát azért visszatérünk Helsinki-be nyilvánvaló, de itt ugye emlékeztetünk mindenkit arra, hogy azért Helsinki-ben is élnek magyarok. És nagyon fontos kérdés, hogy te magad, aki világjáró voltál, de magyar maradtál mindenütt. Ők miként tudják ápolni magyarságukat, őrizni azt az identitást? Mert számukra, hogy itt a levelekből is kiderült, amelyeket hozzád írtak, számukra ez nagyon-nagyon fontos. A sporteredmények, de az összes többi. Nekem személyes tapasztalatom egyébként, hogy a tudósainkat is hogy megbecsülik. Igen. De most maradjunk a sportnál. Igen. Hogy fogadtak? Hát óriási. De most azt el kell, hogy mondjam, azt tudtam korábban is, mert tehát hogy mondjam, az ember, amikor megkapta a meghívást, meg annak előtte is hallottam ezt már, hogy szeretnek bennünket. Ők jobban ápolják ezt a finn-ugor történetet. Jó, de kicsit részünkről nem teljesen, nem egészen így van, de én hagytam, csak hagyd mondják. Jó, tehát a finn-ugor barátság. Igen. De szeretnek bennünket. Szívből szeretnek bennünket. Mondjuk ez egy más kérdés, mert tudod, a nem jobboldali kormányok egy kicsit próbál a dolgokat, tehát ezt a fantasztikus barátságot egy kicsit beárnyékolni, amit most Brüsszelben próbálnak velünk itt a hetes cikkel kapcsán. De ezt most felejtsük el, az Isten adta nép Finországban szeret bennünket. Szeretnek bennünket, tényleg. A lengyelek mellett ők azok, Európában, a öreg kontinens, akik tényleg nagyon kedvelnek, és szeretnek bennünket, és számtalan jelét adták neki ennek tényleg. Hát, hogy mondjam, szeretettel fogadtak ott a finek is bennünket, és akkor hát csináljunk együtt valamit. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy az Aranycsapatra visszatérve egy kicsit, hogy ugye pont a kellős közepén voltunk a 4 éves veretlenségi Igen. sorozatnak, Igen. akkor az az Aranycsapat még nem az az Aranycsapat volt ekkor pont, lett pontosan, de ekkor lett Aranycsapat. Itt aranyozódott be a történet. Teljes egészében. Összeállításában még Igen. nem az volt pontosan. De arany, de, kaptunk kézefokat aranyérmeket. Ott volt az aranyérmek. Első. Így, ahogy mondod, kitűnő. Lajoska, az ott volt. Élő magyarok miként becsülik meg ezt a mutat? Hát, hiszen... eufória. Tehát, de nem csak ott, minden fel akárhol voltam. New Yorkban, érted, következő. Már beszéltem 2,5 órát, hát már majdnem éjfél volt. Majdnem éjfél volt, kérlek szépen. És mondom neki, uraim, hát holnap munkanap lesz, mert kedd este volt. Hát, hogy dolgozni kell meg efe. Nem, mondd tovább, mesélj, mondd tovább. Hihetetlen boldogok voltak, hihetetlen büszkék voltak. Itt is. Tehát ez a történet, kérlek szépen, tehát, hogy mi egy világot szórakoztattunk. A világ legjobb csapatát bírhattuk, kérem. Hát most Finnországban történt az a dolog, kérlek szépen, ugye óriási menetelés volt. Ahogy említetted, ott aranyozottunk be először, igazából. Tehát kézzel fogatóan az Aranycsapat aranyos lett.
Aranyos lett, mindenhogy. Addig fantasztikus meccseik voltak, barátságos meccseken győztünk, de egy zsinórban. Románokkal kezdtünk az első meccs. Még egy kvalifikáció is volt. Románia kvalifikáció, 5 magyar játszott a román válogatottba. Az volt a legnehezebb meccs, 2-1-re győztünk. Utána 3-0-ra legyőztük a taliánokat, kérem. Itália, azul kék aggal a jövőket, Olaszországot. 3-0. Ők azt mondták akkor, hogy ez nem a legerősebb csapatuk volt, majd meglátjuk, hogyha a legerősebb. Majd aztán kitérünk erre is. Meglátjuk. Majd mi lesz akkor? És akkor utána 7-1-re levertük a törököket, és utána erről a meccsről, utána a legjobb 4 között voltunk. És a legjobb 4 között képzeld el, hogy a regnáló olimpiai bajnokot, a svédeket 6-0-ra győztük. És ezen a mérkőzésen ott volt Sir Stanley Roos, akkor az angol labdarúgásnak a főtitkára volt, a labdarúgásszövetség főtitkára, később a nemzetközi labdarúgásszövetség főtitkára lett. Ott látta ezt a meccset, és azt mondta, hogy ők lesznek. Ez egy káprázat volt, ez egy csodálatos előadás, ilyet még nem is láttam. Ők lesznek az angol labdarúgás 90. évfordulóját ünneplő a társaságnak a vendége, igen. Ebből lett a 6-3. Igen, igen, és utána a döntőbe kérlek szépen, 2-0-ra, fantasztikus játéka, kérem. Még úgy is, még belefért az is, hogy Puskás Öcsi kiadjott egy 11-est. 2-0-ra győztünk jugoszlávok ellen. És akkor kérem, ott aranyozottunk be először. És akkor arról nem beszélve, hogy egy másik történet, pontosan párhuzamosan futottak a dolgok, ugye másik 15 aranyérem is még akkor. És 16 aranyérem, hát Magyarország 3. lett a nemzetek nem hivatalos rangsorába. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, akik mindig, Szovjetunió, fantasztikus dolog. És akkor mondtam, hogy csináljunk ebből nemzeti zarándok helyet. Hát figyelj, ezt nem lehet megkerülni. És csináljuk, megcsináljuk. Nyilvánvaló, hogy az Aranycsapat Alapítvány az egy fantasztikus gondolat volt. Rendkívüli méltóság és felelősség kísérte. Megtisztelő, köszönöm szépen. Ez megvan. Ugyanakkor rendkívül nehéz helyzetbe került az Aranycsapat Alapítvány azzal, hogy az Aranycsapat tagjai már nincsenek köztünk. Tehát itt említetted az imént a hozzátartozókat, itt még a műsorunk előtt, hogy igen, tegnap Pécset jártál. Igen, pontosan. Ahol szintén Aranycsapat utcát nyitottak meg. Aranycsapat utcát nyitottak meg. Hála Istennek. Hála Istennek. A magasságos úr Istennek. Meg a polgármesterünk. A családtagok hogy viszonyulnak az Aranycsapathoz most? Hát kérlek szépen, mennyiben aki ott volt, segíteni? Grosics Edina, a Gyulának a lánya, a Gyula egyik legjobb barátom volt, és a munkatársam kérlek szépen, hát 15 éven keresztül, még meg nem halt. A Puskás Öcsével és Grosics Gyulával kezdtük ezt a történetet. A Gyula végig mellettem volt, és mindenhova mindig jött velem. És egy fantasztikus ember volt. Tehát valamit kellett mondani, valahol nyilatkozni kellett, vagy valahol tömeg előtt kellett beszélni, az öcsiék mindig a Gyulát lökték előre. Gyula, majd te! És a Gyula beszélt, és akkor hihetetlen intelligens ember volt. Fantasztikus intelligens ember volt, és a világ egyik legjobb kapusa volt. Hát tényleg ő csinált iskolát abból a kifutásokból. Nem hiszed el, Lajoskám, nem akartam ezt elhinni. És ő volt az Aranycsapat futógyorsaságban a leggyorsabb játékos. Nem akartam ezt elhinni, amikor mondták. Azt mondják, kérlek szépen, hogy 15 méteren is ő volt a tesztnél az első, a leggyorsabb a csapatban, és 60 méteren is. Én Cibort mondtam. Még Fendesi is, tudod, mert az öcsi is, amikor még fiatal volt, mint a villám, érte az első 15. Nem, a Gyula volt a leggyorsabb. 15 méteren is, és 60 méteren is. És ebből egyébként iskolát csinált. Ő volt az első, de kellett is a magyar védelem mellett, mert mesélik, kérlek szépen. A Gyula mesélte, hogy a hosszú, előrevágott labdákkal kísérletezett az ellenfél, átrúgták a Lórán Gyula felett a labdát, ő meg se fordult, már fordultában ornított, Gyula! Grosics Dagér, Gyula, mint Usain Bolt fénykorában. Futott, kérlek szépen, és vitt a labdát, cakpak. No, tehát akkor ott tartunk, hogy sikerül megvalósítani azokat, mert hogy ez egy misszió, amit nem hagytál abba, és nem is fogod abba hagyni, azokat a terveidet, amelyek tudom, hogy megvannak. Kik vannak most segítségedre az alapítványban? Wichmann Tamás, kérlek szépen, Wichmann Tamás. Annak ellen mellette kérlek szépen Melokkó Miklós is még. Melokkó Miklós, Tolcsai Bél, állandó jelleggel, Döbrentei Kornél. Tehát jönnek és segítenek, érted? Na, tehát ez egy jó csapat. Hogy lehet tágítani a kört? Ugye hát hogy? És akkor beszélünk a nem összmagyar diákbajnokságról is, de az Aranycsapat Alapítvány, azt tudjuk, hogy, és ezért tegyem hozzá, hogy hála Istennek a mostani kormányzat nagyon sokat segít abban, hogy azokat a célokat, amelyeket te kitűztél az Aranycsapat Alapítvány megalakításakor, azokat teljesíthess. Így igaz. Hogy állunk ebben a kérdéskörben, hiszen járod a világot,
az amerikai magyarok nagyon szívesen látnak. Ugye mi is beszéltünk rá, a kanadai látogatásod, aztán a tengeren túlon azért több helyre is eljutsz, Ausztráliába. Hát szerelmesek a történet. Mi újság a Kárpát-medencében? Kárpát-medencében? Is kevés szó esik. Óriás, hát Erdélyben óriási lelkes, délvidéken is kérek szépen. Hát szóval azt csináljuk, hogy mindenki ér, ez az elv. Mindenki ér, senki ellen. Először mondták, még a szocialista kormányunk mondta 2003-ban. Lajos, ha hogy képzeled te ezt? Romániában magyar bajnokság? Pillanat, hát állja meg a menet. Hát Romániában, ha van majdnem, akkor te majdnem 2 millió magyarunk. 1 500 000 hivatalosan, de maradjunk annyiba, hogy közel világos. Majdnem 2 millió magyar. Hát egy pillanat. Hát miért ne csinálhatnám? Na most egy példa. Most vissza a finn történethez. Képzeld el, hogy Finországban a lakosság 5,2%-a svéd, kérlek szépen, és az utcákon mindenütt, mindenfele, két nyelven ki van írva minden. Először az ország, tehát a finnül, utána svédül. Még valami, kérlek szépen, tehát még egyszer mondom, 5,2%-a csak. Egyébként Finországnak a lakosság 5,5 millió. A területe 338 ezer négyzetkilométer. Óriási nagy ország. 1100 kilométer hosszú. A végén már a lapok vannak, meg itt a rénszárvas tenyés, meg a jó Isten tudja mi. Lent, délen, ott vannak a nagyvárosok, Helsinkivel az élénkért, Turku, Lahti, stb. Ott élhető a világ, mert hát ott, ugye nincs annyi sötétség, meg hát a klíma. Most ott voltunk 4 napot, 23-24 fok, az úr kék ég volt. Azt hittük Kaliforniában, vagy Szicíliában, kérlek, de fantasztikus volt. Na, de azt, hogy, és még, tehát a svédekkel, kérlek szépen, mondom, 5,2%-a csak a lakosságnak svéd, és kérlek szépen, egy Åland-szigeten kaptak az egész társaságot, mint tudom, 300 000 svédül beszélő valaki, svédül beszélő finn állampolgár, kaptak egy parlamentet. Ilyen nincs is a világon. Ez az autómiának a csúcsa, mindenki ezt szeretné élni. Na most kérem, hogyha kivetítenénk ezt ugye Erdélyre, kivetítenénk Felvidékre, Délvidékre, jó, Délvidéken alakulgat a helyzet. Romániában egy kicsit még várat magára ez a, mit tudom én, pozitív, jóindulatú hozzáállás, de reménykedünk. Mert tényleg ez a misszió is, amit említettél, tényleg megtisztelő, hogy misszionárusnak, mert azok vagyunk, kérlek szépen. Tehát az a célunk, amit említettem, mindenki és senki ellen. A futballcsapatban van normálisan egy 18 ember, 18-as keret mindenütt. Azt mondtam, kérem, Kolozsvár ugyan 60-65 ezer, Kolozsvár ott 60-65 ezer magyar van, de ez csak a lakosságunkat a 18%. Ennek ellen azt mondtam, kérem, 15 magyar, 3 román is lehet. Miért ne? A történelmi Magyarország mindig is ilyen volt. A déli részen, kérem, csak mondom, Szentán, vagy éppen Újvidéken, kérem, 15 magyar, 3 szerb. És akkor együtt. Kérem, ott van Kárpátalján, ott meg ruszinok, meg a jóistentő, kik laknak, kérek szépen, oké, 15 magyar mellett legyen ukrán, ruszin, vagy éppen akár rutin, érted? Egyértelmű. És akkor boldogok, és a legnagyobb szeretettel várnak. Komolyan mondom neked. És ez így van jól. Igen. Ez hogy valósulhat meg a gyakorlatban az összmagyar nemzeti diákbajnokságban? Hiszen ugye most itt olvastuk a felolvasásban, hogy adott esetben majd Finnországból is jönnek. Ha hogy ne, hát el van. Tehát legrossz, jövőre meg van hirdetve együvé tartozás éve. Ugye ismeretes 100 évvel ezelőtt volt ez a degenerált őrült trianoni békediktátum. Most azt mondjuk, hogy sopánkodni, meg így úgy amúgy, hanem kérem, kezdjünk valami újat. És akkor tényleg, ami maximális ebből a szituációból, hozzuk ki. Azt értem, hogy ezért szállal kössük össze, kérem az önkormányzatokat, az iskolákat, kérem a határon túliakkal, és akkor ugye mondhatjuk, ahol magyarok vannak, az a magyar élet részei, nem? Szóval nyilvánvaló, hogy már meg is kezdted a szervezést, hiszen mégiscsak elmondom, hogy labdarúgás, kézilabda, asztali tenisz, sakk, birkózás, valamint irodalmi történelmi vetélkedő. Tehát ez már egy bejáratott történet. Már csak az kell hozzá, hogy ugye eddig ott volt tehát Kárpát-medencei zömében. De igen, de most már összmagyar lett, mert ugye Kanadát, meg USA, így van. És most már jön, hát ahogy említettem, hót szerelmesek, kérem, Sydneyben és Melbourneben is. Lajos, küldjük őket, küldjük a gyerekeket. 3, mit tudom, lányka, 3 fiú, Melbourneből 3 fiú, 3 lányka, kérem, Sydneyből. Egyik 4,5 millió, másik 5,5 milliós város. Fráter, Olivier, ha lesz szerelmes a történet, az egy csodálatos dolog ez. Azt mondja, ezt megcsináljuk. A legrosszabb esetben a következő szezontól kezdjük, és akkor csináljuk.
Na de ha lehetséges, éppen most kapom a telefont, jöttem haza Pestről, Németországban, Stuttgartban is voltam egy ilyen aranycsapattal kapcsolatos előadáson, meg az Összmagyar Nemzeti Diákbajnoksággal kapcsolatos előadáson, hát képzeld el, Márfi Gyula érsek úr is ott volt, excellenciás úr is ott volt velem, kérem, ő végezte a kezdőrúgást. Tehát hirtelen sikerült 12 magyar csapatot, magyar, hogy mondjam, hát a Stuttgart környéki településekből összeszedni, tiszta magyar, szín magyar csapatot. És kérlek szépen, csináltunk, rendeztünk ott egy tornát. És akkor közöltem vélük, hát boldogító lenne, mert ugye Európában mindenféleképpen Németországban van a legnagyobb magyar kisebbség, ugye. És most már angol is közeli, de maradjunk, a Németország egyértelmű, mivel legmagasabb életszínvonal, majd, hogy nem, ugye. És akkor hát ti is gyerekek, hát azért gyülekezzetek az ászló alá. És megígérték, és most mondja, kérlek szépen, jó Isten tudja, milyen igazgató nő, kérem, majd bővebben kimondtam, hogy kicsit fejts ki bővebben a történetet, de tegyed fel e-mailre, mert itt lelőnek a zsaruk, kérlek szépen, jövök a strádán, nem lehet telefonálgatni. És abban maradtunk, hogy ráteszik, kérlek szépen, e-mailre, és akkor tehát mindenféleképpen képviselteti magát a németországi, hát Baden-Württembergi, tehát a németország magyar közösség. Tehát a térképen egyre több a kapcsolódási pont. Tehát ha megnézzük Európa térképét, most már járod, ez egyértelmű. Svédország, hol? Svédország. Az Összmagyar Dánia. Nemzeti Diákbajnokság az rendben. Svájc, az igen. Ugyanakkor hogyan lehet bevonni a Magyarországon a magyarokat? Tehát itt kérdezem, hiszen mi itt vagyunk az ország kellős közepén, a királyi városban. És azt is tudjuk, hogy a 2020-as esztendő június 4-éje ez egy nagyon-nagyon fontos. Hatalmas lesz, igen. Gondoltatok-e arra, hogy adott esetben ennek kapcsán is történjék valami? Na most következő volt, tehát ugye most 2019-ben hálam a magasságos Úristennek, meg dr. Cserpalkovics András, kitűnő polgármester urunknak, kérlek szépen, innen is, szevasz András, szeretettel üdvözöllek, és köszönjük azt a lehetőséget, ő biztosít ismét helyet ennek a 250-300 gyereknek, akik jönnek mindenhonnan. Tehát jönnek Németországból, vagy Kanadából, meg jönnek Magyarországról is, jönnek Magyarország, Székesfehérvár is, a Ciszterci iskolából, akkor a Szent Imre iskolából, meg egy pár másik iskolából is, kérlek szépen. És jövőre pedig, most ez a királyok város, ugye? Jövőre pedig képzeld el, van egy óriási felajánlás a királynék városával. Polga Gyula, azt mondta Lajos, jöhet mind a háromszor, akár honnan jönnek, a legnagyobb szeretettel látják ők a királynék városába, a mindenhonnal ide seleglet, kérem, sportolókat, diáksportolókat. Óriási dolog. Óriási dolog. A másik meg, ez a Összmagyar terembajnokság, ugye asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetékelő. Idén az iroda, vagy a történelmi vetékelő témája, kérlek szépen, második Rákóczi Ferenc. Tavaly Hunyadi Mátyás volt. Jövőre meg egyértelmű a Trianon története lesz. Előzmények, a történés, és annak utána Gróf Aponyi Albertnek a fantasztikus. Igen. És utána, hogy mit történtek itt. És most kérem, hogy hol tartunk? Nem akármi. Él nemzete hazá, még mindig. Nem is akármilyen szinten. Kis Mózesünk, kérem, átvezett a bánatos vörös tenger az egész népünket, kérem, és ott vagyunk, hogy ha 2%-kal megerőzzük a Bundesrepublik Deutschland, kérem, gazdaságát. Hát ide jutottunk. Amerre a szem ellát mindenfele, kérem, más se lehet látni, mint darukat. Építkezünk, épülünk, szépülünk, elájul a nyugat. Plusz még, kérlek szépen, a legbiztonságosabb nációnak számítunk. Így van. És hogy vagy? Hála magasság, minden látom, hogy mosolyog a szemed. Minden percét élvezem. 150 évig csinálnál, kérlek szépen. Mózes megelőzve. Jó egészséget neked. Köszi szépen. És természetesen, ha lehetőségünk nyílik rá, akkor mindig folyunk beszélgetni. Remélem, hogy lesz dolgunk bőven. Köszi. Amit a televízió nem mond, Agárdi Gábor mondta, kérlek szépen, hogy aki akkor még szürke doboz volt. Aki nincs abban a szürke dobozban, az nem létezik. A programja se létezik, se ő. De hogyha mutogatjátok, hála Istennek, akkor Istenetlen épp is köszönöm, közeledke. Jó egészséget neked. Én köszönöm szépen. További kitartás és jó munkát. Ég áldja, minden jó. Köszönöm. Kedves nézőink, Külajos volt a vendégem, hiszen nemrégiben érkezett haza a Finnországból, illetve hát Pécsett is volt, ahogy örömmel vettük, hogy Pécsett van már immáron Aranycsapat utca. Remélem, hogy fogunk találkozni. Én ígérem, hogy folyamatosan beszámolunk erről a misszióról, ami Külajosi, illetve az Aranycsapat alapítványi. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!